Most lett vége a szertartásnak, majd egy kicsit bővebben beszélünk, éppen most jöttünk ki. Átöltözöm egy kicsit, mert ilyen ruhában vagyok, szertartáshoz illő, akármilyen kurtában, meg nem tudom, milyen szoknyában. Visszamegyünk a szállásra, és akkor ott egy összefoglaljuk, hogy mi történt. Nagyjából túléltük, meg nem értük túl, hogy mi lett a végeredmény, bár egy kicsit árulkodó a jel, hogy túléltük, de nem könnyen. Visszaérkeztünk a szobánkba, de gyorsan le kellett fürödni, mert eszméletlen bűnösek voltunk. Még mindig érezni a friss szagot rajtunk. De mielőtt a szertartásról beszélek azért, hogy miért is fantasztikus vagy hihetetlen ez az India. Bármit látunk, akkor csak ezt tapasztaljuk. Este csináltunk egy sétát, és bementünk a városba. Most nem egy elefánt fogyozik valahol a környéken, mert valamit mosnak. Oké, szóval lementünk a városba, és itt valamilyen választások vannak. Azt tudni kell Indiáról, hogy ez egy kommunista vagy szocialista állam. A lényeg az, hogy sarlókalapácsos zászlók vannak mindenhol, és műanyag laborok, amelyeket éppen slagbalmosnak. Nem tudom, mennyire hallatszik, itt nagyon erősen. Ugye azt már mondtam, hogy az utcán jönnek, mennek az autók, és mennek a különböző beszédek, hogy kit válasszál és miért. Persze ebből mi egy szót sem értünk, de ahogy lementünk a városban tele volt, ki voltak rakva ilyen nagy hangfalak, egyébként nagyon jó minőségben és nagyon nagy erővel, tehát ne azokat a évzárós ünnepségekben megszokott fára akasztott dobozhangú hangfalakat képzeljük el, hanem kimondottan jó orgánum hangot lehet kihozni belőle, és hihetetlen hangos az egész. Kb. Egy 500 méterre lakunk a belvárostól, és idáig följön minden egyes szó szinte. Ha csak hallgattuk azt, ahogy beszélnek, hát nagyjából úgy hangzott, mintha Hitler beszélne. És nem azért, mert össze akarom hasonlítani őket ezzel, hanem azzal a vehemenciával, azzal a lendülettel, azzal a gesztikulálással, mindenben olyan volt, csak a nyelv volt egy kicsit más, de nagyon erős, ilyen rábeszélős hangulatú volt az egész. Mondom, egy szót sem értek belőle, tehát lehet, hogy nagyon szimpatikus dolgokat mondtak, de ahogy hangzott, ez ilyen volt. Hát a közlekedés, arról már beszéltünk, tehát több szent is ki van rakva egy kocsi ablakába, és erre bizony nagy szükség van, mert az a természetes, hogy kanyarban előzünk záróvonalnál, maximum dudálunk egy kicsit. A másik, hogy voltunk egy kilátóban, ami szintén valamilyen szent hely lehetett, vagy nem tudom mi volt. A lényeg az, hogy abból a kilátóból lehetett látni Tamil Nadu és Keralának a határát, a jobbra Tamil Nadu volt, balra Kerala, és ott volt egy turista csoport is, csupa fiúk, ilyen 18-20 éves srácok voltak. Ahogy megláttak minket, abban a pillanatban ránk rontottak. Na jó, az egy kicsit nagy képűség, mert engem figyelmen kívül hagytak, tehát millénára rontottak rá, és mondhatjuk, ezen nem szabadult. 600 ezer selfie készült egy perc alatt, mindenki telefonjával, aztán nem volt elég a telefon, meglátták, hogy én is ott vagyok, úgyhogy kikapták a kezemből a fényképezőgépet, semmit nem lehetett ellenkezni, csak úgy izgultam, hogy nem futnak messzire vele, és próbáltak fotózni, de nem tudták, hogy mit kell megnyomni rajta, tehát nem láttak ilyen fényképezőgépet még. Szóval minden egyes pontjában hihetetlen India, ami az autóbusz pályaudvaron volt, hogy ugye eleve a bazár sornál mindenki ordít, hogy szálljunk föl a buszra, meg menjünk be a butikba, meg vegyünk ezt, együnk azt, kóstoljuk meg ezt, kóstoljuk meg azt. Nagyjából 5 percig élni, hogyha bármilyen kóstolnál.
És ami tényleg hihetetlen, hogy még a távolsági, vagy akármilyen buszra is ott invitálnak, hogy szálljunk föl. Az mindegy nekik, hogy hova megyünk, de a lényeg az, hogy szálljunk föl, mert akkor ebből bevétel van. Na valahogy így kell csinálni az üzletet, és egy pozitívum, mert egyébként baromi kellemetlen mindenkinek nemet mondani. Egyébként annyira nem fogják meg a torkunkat és ráncigálnak be, csak azért erőteljesen odaszólnak. Bementünk egy szupermarketbe, nevezzük így, hogy szupermarket. Ez egy... mennyi lehetett egy 50-70 négyzetméteres kis bolt, és kint ültek a lépcsőn az eladók, tulajdonosok, akárkik. Abban a pillanatban, ahogy már a bolt felé kanyarodtunk, abban a pillanatban mindent abba hagytak, és beugrottak, és azonnal kiszolgáltak. Bármelyik helyen voltunk, és nem volt bent az eladó, és meglátták, hogy bekanyarodunk, azonnal felugranak és kiszolgálnak. Ez valahogy nem Magyarország, ahol bemész a boltba, és az jó, hogy békén hagynak, de az, hogy leszarnak, amikor valamit akarsz, és még mobiltelefonozik az eladó, azért látszik, hogy jóléti államban élünk, és eszméletlen jól él mindenki, mert egyszerűen nem kell a bevétel, nem kell az, hogy eladjanak a boltokban az emberek, hanem beleszarít mindenki, megvan a fizetése és kész, azért ez egy tanulság mindenképpen. Na, térjük vissza egy kicsit a szertartásra. Én még ennyi füstöt nem nyertem, a két orrom és a szám nem volt elegendő a füstnek a belélegzéséhez, a szememen keresztül is szívtam be a füstöt. Nagyjából volt olyan pillanat, hogy semmit nem láttunk, és mielőtt azt gondolnátok, hogy ki lehet bírni azt a 10 percet, 3 órán keresztül tartott a szertartás, és ebből egy óra biztos olyan volt, hogy tömény füstben voltunk. Azért ott majdnem meghaltunk, tatnyunk összefolyt. Hát ami még érdekes a szertartással kapcsolatban, hogy nagyon sokszor nem lehetett érezni a koncentrációt a papnál, nem tudom, hogy hívják, mesternél. És ez egy kicsit először kizökkentett engem, de amikor kellett koncentrálni. Azért tudni kell a rituálé miről szól. A rituálé arról szól, hogy előre meg van írva valami, tehát gyakorlatilag be kell tanulni, és nem muszáj koncentrálni hozzá. Ahhoz kell koncentrálni, amikor teljesen új dolgot csinál az ember, vagy a rutintól teljesen eltérünk, vagy egy kicsit eltérünk. Ott nagy koncentrációra van szükség. Az biztos, hogy aki a rituálét vezeti, annak hinnie kell ebben az egészben, mert elégettünk mindent gyakorlatilag, feláldoztunk ott egy csomó kaját az isteneknek, amit egyébként most meg kellett enni azért, és egy kicsit később kezdtem a vlogot, mert ma meg kell enni mindent, ami ott volt, és ami maradt, és nem rakták a tűzre, amit az istenek meghagytak, azt mi esszük meg a mai nap, és kaptunk egyébként más ajándékokat is, de amikor rádobják a tűzre ezeket a különböző eszközöket, különböző tárgyakat, gajakat, leveleket, gyümölcsöket, készételeket, főzött ételeket, bármilyen dolgot, amit ott találtak, összegyűltek, gyűjtöttek, nyilván nem véletlenszerűen, azoknak mindnek van egy szimbolikus jelentése, és ebben a szimbolikában kell képen legyen a mester, mert ez a szimbolika fogja összearakni azt, hogy történik is valamit. Mi laikusok, akik se a nyelvet nem beszéljük, és a közös angol nyelvünk nem annyira erős, nem tudjuk, hogy egyszerűen mi történik, nem érzékeled azt, hogy most történik a világban valami, hogy éppen meggyógyulsz most, vagy a csillagok másképp fognak állni, hanem valahogy ez a mesterben zajlik le, és lezajlik valahol a csillagok körül, valahol az univerzumban az a folyamat, amit ott fölépítenek. Könnyebben megérthető legyen, gondoljatok bele az európai rituálékban, mint például azokban, hogy vendéget vártok, és a vendégvárásnak is van egyfajta szokása, és az egyik kultúrában ilyen a szokás, másik kultúrában olyan a szokás, tehát az, hogy vendéget várunk, nyilván a vendég jön, és csönget, kopog, stb. Mi meg rendet rakunk, készünk evéssel, ivással, bármivel, és különböző országokban mással. Ez is egyfajta rituálé ahhoz, hogy majd ez a vendégség jól sikerüljön, mert a vendégségnek van valamilyen célja. Még akkor is, ha barát ide van célja. Egy tárgyalás például egy multilevel marketing cégnél az üzleti beszélgetés, az is egyfajta rituálé. Előre meg van írva, hogy mit kell mondani, milyen kérdésekre
és milyen negatív válaszokra, milyen irányokba kell haladni, és csak ezt az irányt szabad követni, és akkor szinte biztosított az, hogy pozitív legyen a tárgyalás, legyen eredménye ennek az üzleti beszélgetésnek. Ilyen például a call center-eseknek a hívásai, ahol nagyon kötve van az, hogy mit kell mondani. Tehát rituálékat te is kialakíthatsz az üzleti életedben, pontosabban lefordítom akkor egy kicsit, alakíts ki bizonyos forgatókönyvet, amelynek mentén tudsz haladni, és ezt a forgatókönyvet pofozgasd jobbra-balra, figyeld meg az eredményeket, és az eredmények alapján alakul ki a végleges, aminek az eredményessége persze függ a terméktől meg a témától, de az eredményessége jobb lesz, mintha csak adhok csinálnál valamit. Én ilyen eszközöket nem nagyon használok tárgyalásban, egyébként még nagyon sokat, tehát valamikor rituális szerint öltözködöm, de csak akkor, ha erre van valami ok, alapos ok, valami indok, és ez nem azt jelenti, hogy népviselőbe vagy valami, hanem figyelembe veszem a színeket, az összetartozó dolgokat, figyelembe veszem a harmóniát, az, hogy milyen napszakban mit veszek föl, kivel találkozok, mi a célom, mit szeretnék kifejezni, magamból mit szeretnék kifejezni, mi az, amit szeretném, hogy megértsen a másik. De mi az, mit akarok mutatni magamból, valamilyen hazugságot, és ezért öltönyt veszek föl, hogy komoly üzletembernek látszódjak, hanem ki szeretnék fejezni valamit. És ez egy belső érzés, ez egy belső gondolat, és ezt megerősíti a ruha. Ez egy kicsit más dolog, mint hogy kapálás után öltönyt veszünk föl, és ugyanazzal, akivel kapáltam, átmegyek hozzá, és megpróbálok vele üzleti tárgyalást elindítani, és azt mondom, hogy én üzletember vagyok, ahol az előbb együtt kapáltunk a réten, vagy akár hol kapálnak az emberek. Szóval ennyit a rituáléről, és ennyit a szertartásról. Kaptam egy ajándékot, amit viselni kell. Először a derekamra akarták rakni, ezt hónapokon keresztül viselnünk kell, aztán majd egy valamilyen rítus szerint meg kell válni tőle. Nem tudom, mi van benne, de ehhez a szertartáshoz tartozik, és ennek az eredményességét erősíti meg a rituálé után. Tehát nagyon fontos, itt is látszik, hogy az ősi szertartásokban is ott van az ügyfélnyomon követés, mint akármelyik kereskedelemben most, hogy fontos az, hogyha megtörténik valami, akkor után kell kezelni mindezt. Erről szól a mai napunk is, hogy ennünk kell, azt kell ennünk, ami ott volt a templomban, és így tovább. Nem kell higgyél benne, semmi dolgod nincsen ilyennel. Ha bármilyen rituálén részt veszel, akkor egyszerűen csak csináld azt, amit ott csinálnak. Tehát ha bemész egy templomba, akkor attól, hogy te nem vagy keresztény, vagy nem hiszel Istenbe, attól még nyugodtan vessél keresztet, mert egy, bajod nem lesz tőle. Kettő, mi van akkor, hogyha ez tényleg hat? Ennyi az egésznek a lényege. Tehát az élet egy színház, és a színházat van, akik úgy élik meg, hogy az az életük, és ez szerint fognak élni, és működik, és valaki úgy éli meg a színházat, hogy ez egy szórakozás, ez egy jóléti dolog, és így élik meg, tehát ez az életük, és ez is jól működik, ez is messzire vihet. Nézzétek a Premium Vlogban az indiai sorozatnak bármelyik részét, kövessétek azt, ami az rituálékról szól, a hétköznapi rituálékat, gyűjtöttük majd össze, és találkozunk egy következő témában. Sziasztok!